Újabb kételyek merültek fel a Torinót Lyonnal összekötő nagysebességű vasútvonallal kapcsolatban. A hónapok óta csúszásban lévő projekt akár 300 millió eurónyi Európai Uniós támogatást is elveszíthet, ha március vége előtt nem indul újra a kivitelezés. Az építkezést csak az egyik olasz kormánypárt, az északi bázissal rendelkező Léga támogatja. A másik kormányzó erő, a délen népszerű öt csillag mozgalom inkább a leromlott infrastruktúrát fejleszteni. A határon egy 65 kilométeres alagút épül a vasútvonalhoz. Ezt 40%-ban az EU, 35%-ban Olaszország és 25%-ban Franciaország finanszírozza. A teljes ára több mint 8 milliárd euró. Danilo Toninelli, olasz közlekedési miniszter azt ígérte, hogy két héten belül döntenek az ügyben. A parlament viszont a kérdés teljes újratárgyalására szavazott, ami akár hónapokig is elhúzódhat.